Jó estét kívánok! És ünnepkor azt szoktunk mondani Ma'adim le-Simcha, vagy jiddisül a Guten Morgen, a Guten Morgen. Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrashban, a virtuális tanházban. Most van, a tegnap és tegnap előtt volt a Pészaknak az első két napja, ma pedig van fél ünnepnek az első napja. Fél ünnepkor bizonyos munkákat, nagyon sok munkát szabad végezni, de mégis ünnep van, csak macesz szabad enni, nem kovászos, ünnepi imannak a nagy részben, nem rakjuk tfilint, stb. A kedden, a keddi óra általában ugye a haszi történetet szoktunk mesélni, akkor most beszélünk, mesélek erről. Az első kis történet, a Hagada végén van az a dal, Echad Miodea. Ki tudja, mi az egy? Ki tudja, mi az egy? És akkor ott az egy az Isten, kettő az a két kőtábla, három az ős atyák, négy az ős anyák, stb. Ez így megy 13-ig. De mindenképpen ki tudja, mi az egy. Csak van egy ilyen történet, hogy régen, az elején, amikor a haszidizmus kezdett elterjedni, akkor volt egy ellenállás, sokan nem ismerték, mi az a haszidizmus, és mi a valódi célja, és tartottak tőle, talán ez is egy eltérés a zsidó útról, a hagyományos útról. És ezért elleneztek. És a történet úgy szól, hogy egyszer egy fiatal ember elutazott a Baal Shem Tovhoz, amikor, és ott tartózkodott egy darabig, több hónap, és tanult a Baal Shem Tovtól, amikor hazajött, kérdezi az apja, mondd, és mit tanultál a Baal Shem Tovnál? Ugye, ha Baal Shem Tov az a haszidizmusnak az alapítója. Erre azt mondja, mit tanultam? Én tanultam azt, hogy van egy Isten a világnak. És ő teremtette a világot, és ő minden. Azt mondja az apja, ezért kellett utazni a Baal Shem Tovhoz, és ott tartaszkodni ilyen sokáig. Behívta a szolgáló lányt, aki épp a konyhában kisegített, azt mondja, ki vezeti a világot? Azt mondja, az egy Isten. Azt mondja, tessék, a szolgáló lány is tudja, ezért nem kell utazni Mezsibusban. Erre azt mondja a fiatalember, ő mondja, és én tudom. Azt jelenti, lehet mondani, és lehet tudni. Amikor Mezsibusban voltam, akkor megtanultam, mit jelent az igazán, hogy megtudtam, mit jelent igazán, hogy van egy Isten a világnak. Vagy hónap után van a Lubavitcher Rebbenek az apjának a születésnapja. A Rebbenek a születésnapja volt Pészak előtt 4 nappal, de az apjának a születésnapja az most Pészak fél ünnep alatt, vagy hónap után. A neve az volt Reb Lévi Yitzchak, és ő először lett a rabbia a Ukrajnában, Dnepr városának. Először a Hasid rabbia lett, mert 2 rabbi volt a városban, aztán ő már lett az egész városnak a rabbia. Beszélünk itt a 1900-as évek, körülbelül 1910-1909-ben. Jó, aztán jött a forradalom, és a kommunizmus, ő tovább végezte a munkáját, ő a rabbia a közösségnek, vezetni kell a közösségnek,
és igyekezett erőt adni a zsidóknak, hogy ragaszkodjanak a zsidóságukhoz. Van egy nagyon ismert történet róla, hogy népszámlálás volt valamikorat, 10-20-as években. Erre ő nagy beszédeket tartott a zsinagógákban, mert még volt egy pár működő zsinagóga, és azt arra szólította fel az ottani zsidók, hogy mindenki írjam be az, hogy vallása zsidó. Természetesen gondolom én, hogy még nem is volt ilyen rubrika, a kérdőívben nem is volt ilyen rubrika, mint vallás, de gondolom, hogy volt egy egyéb rovat, és akkor írja be az illető, hogy zsidó a vallása. Természetesen ez nem tetszett a hatóságoknak, és behívtak őt egy kihallgatásra, hogy miért csinál ilyen dolgokat, ami az egész rendszer ellen. Erre azt mondta, Isten őrize, semmi rossz gondolata nem volt, csak ő arra szeretne tanítani a zsidókat, hogy nem szabad hazudni a hatóságoknak. Ha van egy kérdőív, akkor nem szabad hazudni, hanem be kell írni a valódi igazság. Nem szabad tagadni semmit a hatóságoktól. Hát erre nehéz volt mit mondani, és akkor kiengedtek, de később történt egy másik történet, és ez pedig egy peszachi történet. A peszachi történet úgy szól, hogy nem tudom pontosan miért, mi ennek a háttere és az oka, de valami miatt a volt Szovjetunióban, Oroszországban, Ukrajnában Pesach az valahogy a legnépszerűbb ünnep. Ahogy például Magyarországon nagyon sok zsidó van, aki egész évben nem lehet látni a zsinagógában, de megjelenik Rosh Hashanah, a zsidó új évre, vagy legalább Yom Kippurre, engesztelés napjára. Ott a Pesach az egy nagyon-nagyon fontos ünnep, még az is, aki nem annyira vallásos, de ő Peszachot tartja, nem eszik kenyeret, és eszik csak pászkát, és egyébként is a másik, az a Simchat Torah, a Torah örömünnep, amikor táncolni kell, amikor táncolni szoktunk a Tórával. A két nagyon népszerű, de mindenképpen a Peszach az valami hihetetlen népszerű is. Erre volt egy igény, pászkára, a maceszre. És érdekes módon nem így értem pontosan a részleteket, de mindenképpen a hatóságok engedték Reb Lévi Yitzchaknak, hogy ő készítsen valami nagyon nagy mennyiség maceszt, és lényegében a fél Ukrajnát ő látta el maceszed. De ő úgy készítette, mint a békés időben készítette volna, rendesen, aratástól kezdve volt ő jelen, és az ő mesgiachjai az ellenőri, hogy a búza megfelelő legyen, aztán a darálásnál, és aztán amikor készítettek a macesz, úgy, hogy teljesen igazán kóser volt ez a macesz. Ez így ment, azt hiszem, 3 vagy 4 évben. Aztán az 5. évben úgy szóltak neki, hogy most hagyja abba, nem lesz semmiféle ellenőrzés. Neki összesen az a feladata, hogy adjon rá a pecsétet. Lényegében kényszeríteni akartak őt arra, hogy nem kóser macesra tegye rá a pecsétet, és a zsidók az meg fogják enni, mert a rabinak a pecséte van rajta. Erre azt mondta, hogy nem teheti meg. Ő nem teheti meg, hogy nem kóser maceszra ráírni ott kóser. És erre azt mondtak neki, hogy vigyázzon ezzel, mert a macesz az állami tulajdon. És ez nem szabad kárt okozni az állami tulajdonnak, ez egy nagyon súlyos vétek.
Erre ő nem engedett, és azt mondta, ha nem lesz úgy készítve, ahogy ő jónak találja, hogy teljesen kócsi lesz, akkor nem fogja adni a nevét, ehhez szó se lehet róla. És próbáltak őt fenyegetni, de nem segített, látták, hogy ez az ember nem lehet elmozdítani a helyéről. És a végén beleegyeztek, hogy jó, akkor menjen újra Mesgiáhal mindennel, és teljesen kóser legyen. És teljesen kóser legyen, csak megint volt még egy év, amikor a zsidóknak volt kóser mácesz, itt beszélünk a 20-as években Ukrajnában. A végén már olyan nagy ellenállást mutatott, hogy a 30-as évek végén, vagy 36 vagy 37-ben letartóztatták, és száműzetésbe küldtek Kazahsztánba, egy kis faluban, és ott megbetegedett, és 1944-ben halt meg. Azt hiszem, hogy még nem volt 60 éves szegény. Szerintem megfizette az árat, mert látták, hogy ő marad egy ellenség, és el kell mozdítani a helyéről. Hogy kell mondani finoman, van ennek egy pozitív oldala is, hogy legalább nem maradt Dneperben, mert sajnos a nácik odaérkeztek, és megöltek az ottani zsidókat. Így jó, Lev Jitzka sajnos megfizette az életével, de legalább Lev Jitzkának a felesége, Rebbenak az anyukája túlélte, és később el is hagyta a Szovjetuniót, és megérkezett New Yorkba. Egyszer volt, amikor a Rebbe repült repülővel, amikor repült Párizsban, mert a Lubavitcher Rebbe elhagyta a Szovjetuniót 1927 végén. Innentől kezdve csak levelezésben volt a szüleivel, mentek a levelek, mindjárt mesélek a levelekről, és ez volt 1927-től 1946-ig, azt hiszem 44-ig az apjával, 1946-ig az anyjával. Még az esküvőn, ami volt 1928-ban, nem tudtak a szülők eljönni, nem kaptak útlevelet, úgy, hogy ez egy elég hosszú, 20 évig lényegében nem látta a szülő, az apját már soha nem látta. Amikor az anyja megérkezett a Szovjetunióból, akkor a Rebbe utazott hozzá fogadni és elhozni Amerikában, és visszarepültek New Yorkba. Ez volt az egyetlen alkalom, amikor Rebbe repült oda-vissza, innentől kezdve már soha nem repült, soha nem volt, nem hagyta el New Yorkot. De az anyját fogadni arra elment, mert ugye először találkozni vele, és helyben elintézni mindent, amit el kell intézni, papírokat tudja jönni Amerikában, és nem akart ezt mással végeztetni, mert mégis ő hatékonyabban tudta végezni, és akkor közben az anyja társaságában lenni. A levelezésről az az érdekes, hogy az apja, azon kívül egy nagy rabbi volt, ez Lev Jitzchak, ő egy kabbalista volt, de nagyon-nagyon különlegesen minden dolgot nézte a kabbalán keresztül. Minden dolog, amire nézett, az mind a kabbala. Képzelünk el, van egy olyan jegyzete, egy ilyen 3-4 oldalas, ahol leírja, ezt már írta Kazahsztánban, ahol leírja azt,
hogy még évben, 1937-ben tartóztatták le, 5 börtönbe volt, de úgy volt 5 börtönbe, hogy talán a negyedik az azonos az elsővel, ami azt jelenti, hogy a harmadik után visszament az elsőben, aztán az ötödikben, aztán ment számüzetésben. És elmagyarázza kabbalisztikusan, mi ennek a jelentősége. A nevével indul ki, hogy a Lévi és a Yitzháknak mi a kabbalisztikus szintje. Ha ez a szintje, akkor valahogy eljut a szigorhoz, és egyébként a Izsák, a Yitzhák név az a szigor, mert Ábrám, Izsák és Jákob, Ábrám az a jóság, Yitzhák, Izsák az a szigor, Jákob az a Tiferet, a szépség. A szigornak van 5 szinte, de a negyedik és az első valahogy átfedésben vannak, ezért van 5, és ezért van számüzetésben. Minden dolog, ami történt vele, szinte az 5 börtön, az 5 szigornak a különböző szintje, minden dolog az kabbalisztikus. A rebel, ahogy mondtam, levelezett az apjával, és erre mindig válaszolt neki, és mindig küldött neki mindenféle gondolatok, amit épp foglalkoztatja őt, de majdnem mind kabbalisztikus. És az érdekes dolog, hogy a Rebbe próbált segíteni is a szüleinek. Küldött ételcsomagokat. És volt egyszer, amikor a Rebbe küldett egy pár cipőt. A Rebbe akkor Párizsba volt, és küldött neki egy pár cipőt. No, mi lehet ebben olyan különleges? És akkor visszakapott a Rebbe az apjától egy levelező lapot, kis betűkkel írva, drága fiamnak, megkaptam a cipőt, amit küldtél, szögletes zárójel, és a levelező lap többi része, az már mind kabbalisztikus, mert a cipő az mit szimbolizál, milyen szintet jelent a kabbalisztikusan, és mit jelent az, mikor a gyerek küldi a szülőnek cipőt, ez mind kabbalisztikusan, és a levelező lap vége fele bezárja a szögletet, zárja, és azok jók, vagyis az elejét és a véget, megkaptam a cipőt, és azok jók, köszönöm, aláírva a nevét. De abban a percben, amikor említette a cipőt, akkor már elmagyarázta, mi a cipőnek a jelentősége, mit jelent az, amikor küldenek cipőt, és ez mind kabbalisztikusan, és utána még azt is írta, hogy a cipő az megfelel, és hogy hálás érte. Ezt jelenti egy igazi kabbalista, de ez még egy valamit jelent, az úgynevezett a személyes gondviselése mindennek. Mikor azt mondjuk, hogy az Isten az egész világot vezet, és mindent és mindenkit a személyes gondviselése, szintén semmi nem véletlen, akkor azt jelenti, hogy minden dolog pontos. A cipőről van szó, akkor a cipőnek van jelentősége. Az Isten azt akarja, de a gyerek küldjen az apjának cipőt, stb. És maga a Rebbe is mesélte egyszer, hogy a munkácsi Rebbe, Spira Lázár, aki meghalt a 30-as évek végén, őben is volt ez, hogy ahova csak ment, és ahova csak megszállt, mindig figyelt olyan apróságokra, mint az utcaszám, hogy melyik házban, vagy azt hiszem, hogy a Rebbe említette, hogy amikor vonaton ment, akkor azt figyelte, hogy a vonatszám, az mi a vonatszám, 10, 20, 25, 28, és az ülés szám abban a vonatban. A 16. kocsi, harmadik sor, és akkor ezt értelmezte, mi a jelentősége ennek a szintén a számisztika, mi ennek a jelentősége, amikor utazik, és ez is ez, és ez van. Mi azt jelenti, hogy ez az ember mélyen hisz a személyes Isten gondviselésében, akkor a számok, és ezek mind jelentése van.
még egy dolog a Rebenak az apjáról, amikor számüzetésben volt. Borzasztóan sokat szenvedett. A nem véletlenül oda lett küldve számüzetésben, mert megtörni akartak ezt az embert. Teljesen. Ugye, mert túl erős volt, aki képes volt végig a 30-as év, azt jelenti, mindegyben 20 éven keresztül a kommunizmus alatt vezetni egy zsidó közösséget, és bátorítani a zsidókat is, és erőt adni nekik. Nagyon nem volt egyszerű, és nagyon-nagyon erősen kellett őt összetörni. Sok súllyal kellett rá nehézteni, és megtörni őt. Ezért elküldtek őt olyan faluban, ahol nem is biztosították neki a lakást. Neki kellett ott a faluban keresni egy ilyen albérletet. És természetesen ezek parasztok voltak. Ha már befogadt őket albérletben, akkor mindig szólt hozzájuk, ne csináljátok, idegesítették engem, stb. És az nagyon-nagyon nehéz volt. Étel alig volt nekik, pláne kóser étel. Szóval nagyon-nagyon nehéz volt. Honnan tudunk mindezt? A Rebenak a felesége később, a Levitának a felesége, Rebenak az anyja, amikor eljött Amerikában, akkor talán a Rebe kérésére, talán nem, írt ilyen emlékiratokat, és ezt leírta, jiddisül írta, keverve héber kifejezésekkel, és gyönyörű szépen. Úgy kezdi, nem vagyok én író, és nem vagyok én egy írónak a lánya. De valójában gyönyörű szép, kimondatlan irodalomról van szó, hogy gyönyörű szépen írja le, nem csak a tartalma szép, hanem szépen is írja, és borzasztó, hogy szenvedett. De Levi Yitzchak az utolsó erejével egy valamit csinált, Tórát tanult, amennyit csak tudott. Alig volt neki könyve, mert azt se engedtek vissza. És a felesége, amikor jött haza, meg volt engedve, de a felesége jöjjen haza, akkor hozott magával egy pár könyvet. Érdekes, írja a Rebbe mesélte, nem írja, hogy milyen könyvet vitt haza. Most azt kell tudni, hogy ő a Rebbenak az anyja, Rebbe Vittnek a felesége, nagyon tanult nő volt. És ő pontosan tudta, melyek azok a fontos könyvek az a férjének. Hogy a pár könyvet el kellett vinni, ő tudta, melyek a fontos. De nem a fontossági sorrendben válogatta őket. Sokat nem tudott vinni, csak egy párat, és nem a legfontosabbakat vitt, hanem hogy kisméretű legyen. Miért a kisméretű? Kisméretű, mert akkor, ha ellenőrzés lesz a csomagjól, ami van, nem fognak ott találni nagy méretű könyvek, ami nagyon gyanús, akkor valás is akkor el lehet venni, és akkor vitt ilyen kisméretű könyveket. A Tanya az ilyen méretű, most épp nincs nekem kisméretű tánya, ami azt jelenti, hogy A5-ösnek kisebb, mint egy A5-ös. Tanya vitt, a Zohárnak, a Kabbalának az alapkönyve, azok ilyen kisméretűek voltak, és még egy pár olyan könyvet vitt, ami kisméretű, ezeket éjjel-nappal tanult. És képzelően kellett, volt egy további probléma, akarta leírni a gondolatait, de nem tudott. Miért nem tudott? Se nem papírja, se nem tintája nem volt. Egyszer csak papír és tinta hiány volt. Most a papírt részben úgy oldatta meg, hogy a könyvek, ami voltak neki, az margóra körülírta. Ugyan minden könyv, ami volt neki margója, és akkor a margót körülírta, akkor legalább részben megoldatta a papírnak a hiányát. Gondolom, egy kis mennyiség papírt tudott szerezni, azokat pedig felhasználta a levelezésben. De a probléma az volt, nem volt tinta. Erre a felesége, egyébként a neve az Rebetzin Hanna. Rebenak az anyja az Hanna volt. A Rebetzin Hanna megtanult, hogy hogyan kell növényekből
készíteni tintát. És erre mindig kiment a szabadban, keresett növényeket, és azokat főzte, és ebből lett tinta. És mi az érdekes ebben, hogy úgy ő nem tudott válogatni, hogy milyen növényeket fog találni, hanem azt, amit talált, és amiből lehet tintát csinálni, azt főzte. Ez egyik nap egy ilyen piros színű volt, a máskor, amikor főzött, akkor ilyen zöld színű, barna színű, mindenféle színek, és ezt lehet látni a széljegyzetekben, hogy egyszer csak vége van az egyik színnek, és kezdődik a másik színe. A szegény, amikor már nagyon beteg volt, Reb Lévi Yitzchak is már a halálhoz közeledett, akkor a hatóságok nagy szeretettel adtak neki, felszabadították, és azért elutazott a nagyvárosban, ami Almaty-ban. És sajnos egy év, vagy ennél kevésebb volt ott, egy évet volt ott, és aztán meghalt, ott is van eltemetve. Aztán a Rebecen Hán, a felesége, fogta magad, és elutazott onnan, vitte magával mindent, elutazott Moszkvába. Mert Kazahsztán az nagyon messze volt, minden, és inkább Moszkvában, ahol közelebb ilyen a zsidó közösségben, a haszida között. Aztán lett az, hogy azt mondták, hogy lehet elhagyni a Szovjet Uniót, ez egy hosszú történet, de a lényeget elmondta már, hogy az megállapodott a lengyel kormány a Szovjet Unióból, a lengyel állampolgárok jöhetnek haza. És volt egy idő, amit egy év vagy egy fél év, a lengyel útlevelel lehetett elhagyni a Szovjet Uniót. Erre a haszidok beszerezték fekete piacon sok olyan lengyel útlevél, ami nem volt használatban, mert volt olyan lengyel, aki meghalt, volt olyan lengyel, aki ott szerelmes lett helyi fiúban, helyi lányban, és már nem akart elhagyni, és ezek mind eladták a papírokat a fekete piacon, most a haszidok ezeket megvettek, és kiegészítették. Mert minden, aki emlékszik még a régi útlevelekre, akkor gyerekek nem kaptak külön útlevelet, hanem a gyerekek a szülőnek az útlevelébe be voltak írva. És azt hiszem, még férj és feleség is lehetett egy útlevélben. Azt hiszem, és mindenképpen, amikor egy útlevél volt, ahol mondjuk egy egyedülálló férfi vagy egyedülálló nőnek az útlevele, azt kiegészítették, hogy vitt magával még egy pár gyerekkel, férj, feleség, szóval maximálisan kihasználtak ezeket az útleveleket, és akkor így nagyon sokan tudtak elhagyni a Szovjet Uniót. Most a Rebecennek az volt a problémája, hogy nagyon félt magával vinni a férjének az íratjait, mert mi lesz, ha elveszíti, mi lesz, hogy lesz egy ellenőrzés, és elveszi, mert egy dolog az mindenképpen nagyon veszélyes volt, a Snirson névezett veszélyes dolog volt. Az előző Lubavitch Rebbe Snirson volt, őt is letartasztották, és ez egy nemzetközi hír volt. A Rebbenek az apját, amikor letartasztották, szintén nagy híre volt. Szóval a Snirson ez egy nagyon rossz név volt, és ő hát Snirson név, és ezért nagyon félt, hogy ő ráfigyelnek, el fognak venni, és neki nagyon fontos volt a férjenek a papírjai, írásai. Erre vitt magával csak egy kötetet a tányát. Ez egy kötet, azt már gondoltad, ezt fogja tudni őrizni. A többit adhagyott Moszkvában haszidoknál. Később, ugye 1927-ig volt izraeli követség a Szovjetunió, ameddig nem a hatnapos háborúig, amikor szakították, és ekkor szakítottak, de közben ott voltak, és erre az egyik haszidnak sikerült a három zohár kötetet bevinni a követségre, és a követség kiküldte diplomáciai
postával Izraelbe, és így érkezett ez a rebéhez. Akkor a rebének már volt a zohárja, amit az amit anyja hozott, aztán három kötet, amit a diplomáciai posta hozott ki. Sajnos volt még egy kötet, egy midrás kötet, ami valahogy nem sikerült elhelyezni, nem sikerült bevinni az izraeli követségre. Az illető, akinél volt, el kellett hagyni a Szovjetuniót, bevitte a zsinagógában, és nyoma veszett. Ott hagyta a zsinagógában, és nyoma veszett. A Rebbe soha nem felejtkezett meg erről, mindig kereste, de nem került elő. Mindenképpen később az anyja halála után, nem tudom pontosan miért várta meg az anyjának a halálát, a anyja halála után három vagy négy vastag kötetben. Négy vastag kötetben megjelent ezek az írások, amit a három könyvben van, volt, illetve a levelezésben. Nagyon-nagyon-nagyon mély, misztikus dolgok vannak, és részben még levelek, amit a rebével levelezett. Ez volt és ebből lett négy kötet, és a Rebbe mindig ebből tanított, mindig kivett ebből gondolatokat, lefordította ilyen egyszerű tanításra, mert ugye nem mindenki tud kabalisztikusan felfogni a dolgokat. De ahhoz képest, hogy a minden írat, ami otthon volt, azt, amikor letartóztatták, azt elvitték, és ez mind olyanok voltak, amit a számüzetésben írt, négy kötet, ami nagyon-nagyon érdekes. Most, amikor az anyja megérkezett New Yorkba, akkor a Rebbe minden egyes nap ment őt meglátogatni. A Rebbe nagyon elfoglalt volt, imával, tantóra tanulással és mindennel, de minden egyes napon elment meglátogatni az anyját, az két-három utcát jelentett a Chabad központból, ahol a Rebbe-nek volt, az irodája volt, minden nap oda sétált, délután ült nála, azt hiszem, negyed órát, fél órát beszélgetett vele, és aztán visszat minden egyes napon. És olyan apró dolgokra figyelt a Rebbe, mint például, hogy a Rebbe-nek volt kulcsa az anyja lakásához, azért, hogy ne fáradozzon az anyja az ajtónyitással, hanem kopogott, jelezte, hogy jön, és ő maga nyitotta meg az ajtót, így az anyjának nem kellett felállni és jönni, kinyitni az ajtót neki. Mindig, amikor jött, készített neki a teját, és aztán leültek beszélgetni. A Rebbenek volt egy testvére, aki egy fizikus tudós volt épp Angliában, aki 1952-ben hirtelen megbetegedett és meghalt. Most a Rebbe nagyon sajnálta az anyját, hogy a férjét elveszítette elég fiatalon, a legkisebb fiát, aki de Neperben maradt, az meghalt a nácik alatt, és most pedig már még egy fiát elveszíteni. A Rebbe úgy döntött, hogy ezt megsajnálta az anyját, nem fogja elmondani ezt a hírt neki. Akkor hogy lehet? Erre a Rebbe azt csinált innentől kezdve, úgy abban az időben a telefon nagyon drága volt, és így nem voltak telefonbeszélgetések, hanem inkább levelezések voltak. És erre a Rebbe azt beszélte meg a sógornőjével, aki Angliában élt, hogy ő ír leveleket az anyósnak, elküldi ezt a levelet
New Yorkba a Rebéhez. A Rebe utánozta az öcse kézírását, és minden levél hozzáírt egy-két sort, visszaküldte Angliában, és Angliából ment a levél a Rebbetzinhánának. És így jöttek levelek továbbra is a fiától, és nem kellett neki elmondani az, hogy a fia meghalt. A probléma az volt, hogy amikor eljött a hír, hogy meghalt, akkor a Rebbetzinhánának neki nem kellett sivetülni, ha nem tudja, hogy a fia meghalt, nem kell gyászolni. A Rebbe tudta, hogy a testvére meghalt, és ezért sivet kellett ülni. Sivében az ember nem jár bőrcipővel, hanem ilyen egyszerű cipővel, papucsfélével. A sivében a Rebbe a gyászoló betépve jár a ruhát, és akkor ezek mind problémák voltak, és a Rebbe minden nap szokott meglátogatni az anyját. Erre azt csinálta a Rebbe, először a cipőjét átfestette feketére, hogy ne legyen feltűnő, hogy most ez nem rendes cipő, de nem is akart eljönni és leülni az anyjánál, mert ha leül, akkor egy széken kellene ülni, pedig a gyászoló Sámlin alacsonyan a földön majdnem ül. Erre azt csinálta, hogy eljött minden nap a gyászban is, és rögtön, amikor eljött, akkor gondoskodott, hogy valaki szólja neki, a dolga van, vagy ilyesmi, és azt mondta, hogy jaj, elnézést, anyuka, most el kell mennem, vagy legközelebb. És itt elment egy hét, és a hét után újra jött őt látogatni, úgyhogy nem kellett neki elmondani az anyjának, hogy a öcse, vagy az anyjának a második fia meghalt. Ez 1952-től 1964-ig ment ez a játék, hogy nem árult el. Egyesek azt mondanak, hogy a Rebbetzin, aki egy nagyon-nagyon intelligens nő volt, rögtön megérezte, hogy valami történt, de észrevette, hogy a Rebben mennyire fáradozik, és meg akarja sajnálni őt, akkor soha nem hozta fel a témát, hogy a Rebbenek legyen jó érzése, hogy segít az anyukájának, és bizonyos szempontból neki is se kellett itt szembenézni a helyzetet. Ez így ment 12-13 éven keresztül. De ez mindig a mintája annak, hogy hogyan kell tisztelni a szülőt. Minden egyes napban egy elfoglalt ember, mint a Rebbe, ment meglátogatni az anyját, és az anya mindig mesélt neki, és beszélgettek, és minden. Ez így menő. Ez mind azért meseltem, mert most hónap vagy hónap után van a férjére Lévi Itzhaknak a születésnapja. Volt ez a 70-es években, amikor a Rebbe nagy nyomást gyakorolt az izraeli kormányra és a vallásos pártakra, hogy szavazzanak meg azt a törvényt, ami kimondja, hogy csak az lehet, csak az kapja meg a visszatérési jog, azt jelenti, hogy minden zsidónak joga van letelepedni Izraelbe, csak az, aki ha betért, akkor halakikusan kellett betérjen. És Rebbe nagy nyomást gyakorolt arra, hogy a vallásos pártak ezt szavazzanak meg. De volt nagy politika volt ezzel, és nagy nyomást gyakoroltak a Rebbére, hogy ha nem fogja abbahagyni ezt a kampányt, akkor mit fognak csinálni a Rebbe ellen, vagy a Chabad mozgalom ellen. És erre Rebbe azt mondja, én olyan neveltetést kaptam, hogy engem nem lehet megfélemlíteni, én nem félek. Azt mondja, nagyon sokszor volt, hogy mivel az apám rabbia volt Dneprben, akkor nagyon sokszor engem behívtak, mint a rabinak a legidősebb fia. Azt kell tudni, de Rebbe, mikor elhagyta a Szovjetuniót, már 28-ban,
akkor már a Rebbe 1902-ben született, 26 éves volt, vagy 25 éves volt. Szerint már felnőtt ember volt, és segített az apjának. És erre többször volt, hogy engem behívtak kihallgatásra a GPU-nak, hogy ilyesmi, azt mondja, Rebbe, engem nem lehet zsarolni, engem nem lehet megzsarolni, én nem félek, én átéltem ezeket, mint a rabinak a fia, mint a rabinak a fia, ezért ezt engem ne is próbálkozzanak ezzel a módszerrel ellenem járni, mert én nem félek. Rebbe magával hozta azt a tapasztalatot, amit adta a 20-as években összeszedett ott a de Neperben. No. Ez egy kicsit volt egy, a nem Pesachról, hanem egy aktuális dolog. Csak szeretném elmondani a Pesachról és a Széderről egy kis élmény. Amerikában élt, már jó pár éve nem él, Szolovejcsik rabbi, ez egy nagyon híres litván rabinikus családból való, és ő felnőtt Varsóban, mert az apja oda kapott munkát, egy jesivának a vezető, Rossz jesiva lett, és erre mesélte Szolovejcsik rabbi, azt mondja, Varsóban, azon kívül voltak ott nagyon gazdag zsidók, voltak ott borzalmas, szegény zsidók voltak ott. És azt mondja, volt egy bizonyos Reb Jánkl, aki nagyon-nagyon szegény volt, és ennél egy vízhordó volt, ilyen munkát végzett, abból valamennyire tudott megélni. Nagyon nehéz munka volt, egész nap reggeltől estén cipelti, oda-vissza, ebből próbált megélni. Azt mondja, mondani se kell, hogy a társadalomnak ő nem volt a tetején, egy ilyen szegény ember, a társadalomnak az alsó szintjén volt. De azt mondja, egyszer volt, bementem a Hasid Stíbelben. Stíbel, szó szerint a stíb az a ház, stíbel az egy házikó, de stíbel az inkább ilyen imaház, egy ilyen kis zsinagóga, azt szerintem nem nagyon szép, egyszerű, egy kis lakás zsinagóga, vagy kis zsinagóga, és ott épp lehetett, azt hiszem, hogy ott ünnepi imáról van szó, lehetett épp a Pesach imáról. És azt mondja, gyönyörű, szép, hogy ott elhangzott az ima, olyan lelkességgel és áhítattal, hangosan elmondtak az imát, gyönyörű, gyönyörű volt. Azt mondja, teljesen a mai napig hallom, hogy mondanak ezt az imát. És láttam ott valaki, aki lényegében az egész stíből, az egész imaháznak a szellemi vezetője, ő vezeti az imát a lelkességével és az áhítattal. Azt mondja, gyerek voltam, és megnéztem, de azt mondja, ez egy ismert arc, ki ez? Azt mondja, ránézem, és nézem, és nézem, és aztán eszembe jutott, ez az a Janka, aki hét közben a fizikai, materiális világban a alacsony, talán a legalacsonyabb szinten volt, amikor jött a Shabbos, vagy a Yom Tov, teljesen megváltozott, akkor felvett szegényes, de szombati ünnepi ruhát, és a zsinagógában ő adta a tónt, ő adta az egész, ő vezette az egészet. Azt mondja, nem lehetett megismerni. Senki nem hitte volna el, hogy ez az ember hétköznapon a legalacsonyabb szinten áll, itt pedig ő király volt. Ő vezette az imát. Azt mondja, ezt akkor jöttem rá, mit jelent az, hogy az embernek nem csak fizikai élete van, hanem spirituális élete van. Ő jön a szombat, vagy az ünnep, teljesen szabadul, és a legegyszerűbb ember most a zsinagógában, ő lehet a király és a vezető. Ez olyan mély benyomást hagyott erre a Szolovejcsik rabbira, az évek során,
nem egyszer, 10 is, 15-szer is elmondta ezt az élményt, hogy mit jelent a szabadulás. Amikor beszélünk Pesachról, a szabadulásról, ezt jelent az igazi szabadulás. Mindegy, hogy hétköznapon hol helyezkedik el az ember a gazdasági létráján, de az ember a lelkében ott van az igazi szabadság, és szombaton ő lehet a király, a vezető. Amikor hallottam ezt a történetet, szóval a Vécsik rabitól, eszembe jutott az apámnak az esete is. Az apám, hál' Istennek, nem Varsóban nőtt fel a 20-as években, nem volt olyan szegény, de mindig nagyon mély benyomást hagyott rám a Peszachi szédernel, hogy az apám levezeti a szédert, hogy sokszor gondoltam, hogy nem ismerem meg ezt az embert. Az apám nem volt rabbi, vállalkozása volt egy gyára, gyártott ilyen szvedereket, kötött árut, szóval természetesen vallásos zsidó volt is mindig, de minden szombaton valamennyire, de Pészáknál, a szédernél ez olyan gyönyörű volt, hogy ő teljesen szabadult, és olyan gyönyörű, szépen áhítattal, lélekkel, szeretettel, hogy levezette ezt a széder, és emlékszem, a gyerek voltam, mondom, ez ugyanaz az ember, és néztem ilyen oldalról, ez ugyanaz az ember, aki egész héten már reggel 6-kor megy a zsinagógában, fél 7-kor kezdenek imádkozni, és fél 8-kor már megy munkában, és egész nap ott dolgozik. Én tudom, hogy az apám nagyon sokat dolgozik, mondom, ez ugyanaz az ember, nézd csak meg, milyen gyönyörű, szépen vezeti le a széder, és mennyire élvezi, és milyen nagy áhítat van a lelkében. És mondom, minden egyes szombaton is volt ez valamennyire, de a széder esténél ez különleges volt. És ez nem hagy el engem ez az élmény. És amikor én leülök a szédernél minden évben újra és újra előjön az apámnak a képe, hogy levezeti a szédert. Mindig újra és újra, mintha először olvasta volna el azt a szöveget, amit múlt hétfőn olvastunk a Zohar órán, hogy amikor a zsidók összeülnek Peszach este elmondani az egyiptomi kivonulásnak a történetet, és hálát adni az örökkévalónak, mondja a Zohar, hogy az örökkévaló összeszedi az angyalakat, azt mondja, gyertek, menjünk megnézni, hogy a zsidók engem dicsérnek. És eljönnek, és az angyalok nagyon lelkesek, és ők is kezdenek dicsérni az Isten, hogy milyen különleges népe van, és az Isten ennek nagyon örül, és ez újabb isteni fény jön a világra. Ezzel szokta a Magid, a Hagad elején szokta felolvasni ezt a Zohárnak a szöveget, és mindig újra és újra Tohazi, de gyertek! Hogy az Erikon lejön, és megnézi a zsidó házat, és olyan gyönyörű szép volt, olyan gyönyörű szép volt, hogy el se lehet mondani. Ez pontosan olyan élmény volt ez, mint ahogy a Szalavécsik rabbi írja a Rabbi Einkelről, csak mások a körülmények, más a hely, de a benyomás az minden nagyon-nagyon mély volt, hagyott rám, nagyon mély hatás volt, hagyott rám ez a széder. Mindenkinek köszönöm, hogy eljöttek. Holnap este folytatjuk. Holnap este lesz a kérdez a rabbit, lehet feltenni kérdéseket. Gondolom, hogy Peszachról lesz sok mindenkinek, sok kérdése jutott a Peszachról, de nem feltétlenül a Peszachról. Bármiről lehet feltenni kérdéseket. Csütörtökön majd beszélünk egy ünnepi témáról, az pedig az a kérdés, szabad-e elmenni Egyiptomba? Turistáskodni, szabad elmenni Egyiptomba, vagy nem, és ne felejtsünk el, hogy Maimonides Egyiptomba élt. Szóval ez lesz a téma csütörtökön este. Előre jelzem, hogy vasárnap nem lesz óra, mert vasárnap ez az ünnep, Peszach ünnep utolsó napja, a 8. napja. Kérem, gyertek vissza holnap is, és holnap után is. Köszönöm szépen, és jó éjszakát kívánok!